Befejeződött a kapuvári Szent Anna templom külső és belső felújítása. A beruházás közel 80 millió forintba került. A templomot dr. Veres András megyés püspök áldotta meg és szentelte fel. Ugye a templomfelújítás már 7 évvel ezelőtt kezdődött, 2012-ben. Nagyon hosszadalmas dolog volt ez, hiszen nagyon sok mindent kellett tenni a templomon. Köszönet elsősorban az önkormányzat felé olyan szempontból, hogy ők kezdeményezték azt, hogy még akkor volt a parknak is a felújítása, és abba a projektbe beletették a templomot és a templom felújítását, és ezzel kezdődött tulajdonképpen az egész. A parknak a felújítása, illetve a templomnak a felújítása, elsősorban külsőleg lett volna ez a felújítás. Aztán, amikor a műemlék felületének és az engedélyek kellett hozzá, akkor mondták, hogy csak úgy adják az engedélyt, ha visszaellenítve lesz a templom, és ez az önkormányzat vállalta magára, és így indult el aztán a templomnak a felújítása. Amit a végére értünk, ugye 7 éven keresztül, most 2019-ben az tavasszal fejeződött ez be, 76 millió forintba került ez a felújítás, és itt akarom megköszönni a híveknek a nagy adakozását és hozzáállását, de a püspök úr is kifejezett, mert aki belép Kapuvára, látja azt, hogy egy összhang van, egy közösség van, egy egység van, és mindenki azt szeretné, ha mindenkinek az oldala megfelelőképpen működne, és ez beleolvadt, hogy az egyház is, és a híveknek a közössége is magáénak érzi ezt a templomot. És azt is meg kell mondani, hogy ebben a 76 millió forint, ami került a templom ebben a 7 évben, ez a 7 év alatt a önerőből újult meg a Ferences templom a saját önerejéből, a saját persejpénzéből. Az a Ferences rendi ez a... Ferences a Kossuth Lajos utcában a Barátok temploma, a Bruno atyának a temploma. Ugyanakkor a temetőkápon a kívül belül megújult ugyancsak a híveknek adományában, Lip Györgynek a nagy ajándékával indult ott meg a felújítás és az önkormányzat segítségével. Akkor a öntési templom is megújult kívül belül, 1 millió 600 ezer forintot adott az öntési egyházközség, ott is a rendszeresen adót fizetők, akik nem is járnak templomba, de mégiscsak támogatják, és akik rendszeresen járnak templomba, itt is, meg ott is a persei adományokkal is támogatták ezt a felújítást, és az önkormányzat is támogatta 1 millió forint az öntési felújítást. Tehát látjuk, az egy nagy erőforrás és közösségi összefogásnak köszönhető az, hogy egyházközségünknek ugye a miséző helyei, ide tartozik ugye a Ferences templom, aztán a temetőkápon, hiszen a temetések kapcsolatban a nagy templom, a házhelyi templom, tűzeggyár és öntésmajor, ezek nagyon jó megújultak, kivéve a házhelyi templom, hiszen tudjuk azt, és mert is már hallottuk ugye a híradásokból, hogy hála Istennek a Amari György polgármesternek kezdeményezésére, az országgyűlési képviselőnek, Jobbás Alpárnak a segítségével 15 millió vissza nem téríthető támogatást kapott a házhelyi templom. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy már vasárnap is mondtam a híveknek, hogy Zsebelics atya nem csak felépítette a templomot, nem csak életében gondoskodott róla, hiszen tudjuk, két üvegablakot is, a Batthyány Stratmann Lászlót és Kalkuta Teréz anyának az üvegablakát is elkészítette, ami megint csak több millió forintokba került. És a hagyatékából is hagyott az egyházközségre, ami nem tudjuk még az összegét, hiszen még folyamatban van a közjegyzői eljárás, és azt is arra a házai templomra szeretnénk fordítani a hagyatékot, amit kaptunk, és ugyancsak kérünk továbbra is a híveknek a megértő támogatását, hogy jövőre a tetőszerkezettel együtt kívül belül, ugye mondtam tegnap, hogy talptól tetőig meg ugyan a házai templom is, csak azt jelenti, hogy 8-10 év alatt a plébániákhoz tartozó összes templom olyan állapotban van, hogy megfelelő, illetve szép, túl, nagyon szép ahhoz, hogy Istennek a méltó temploma legyen az embereknek hívnek találkozása Jézus Krisztussal. A nagy templom ugye így készült, először kívülről lett felújítva, ez visszaellenítés, kívül felújítás, utána lehet, borzasztó nagy munka volt, a híveknek is levetített, YouTube-on is mindenki megnézheti, püspök atya is megnézte a hívekkel együtt, szombaton még mise előtt ezt a filmet, és azt mondjuk, hogy bejöttünk, azt mondta, hogy ez nagy munka volt. Tehát, és ez nem az én érdemem, hanem a híveknek az érdem, és akik mindenben részt vettek, hiszen amikor a belső felújítás ment, tehát az nagyon kemény volt, ezt látták a hívek is, meg érezték is, mert részt vettek benne, a vakolat leverésétől kezdve, a minden hétvégi takarításon át, hiszen minden hétvégén a templomban volt a mise, szombat, vasárnap, és minden pénteken úgy kitakarították a sok ramagyból ebbe a templomot, hogy méltó volt a Szent Misálzat bemutatására. Aztán volt a belső felújítása, megint hosszú időt vett igénybe, a freskóknak a helyreállítása, hiszen ha megnézi valaki ezt a filmet, látja a freskóknak, megnézi a repedéseket,
a felújítónak és a restaurátornak, Czani Zoltánnak még a keze is befért a repedésekbe, tehát akkor a repedések voltak. És most úgy valóban elkészült a templomunk, és ezért adtunk hálát. És örültem annak, hogy Püspök atya eljött mind a két helyre, öntésre is eljutott, és megáldotta a templomot, itt Kapuváron is, sőt már előtte is készültünk erre, amikor Tárgyban Antal atya volt előző szombaton, a hálódó szentmisét ő tartotta, megáldó szentmisét pedig Püspök atyánk. Önnek mi a véleménye erről iskolaközpontról? Hát nekem nagyon jó a véleményem, hiszen úgy is tudják azt, hogy pártoltam azt, hogy ez valóban megvalósuljon, egy egység jöjjön létre itt a főtéren. És hogyha felejtem el a ballagi főorvos úrnak, amikor megáldotta a három püspök a kórház kápolnát, és itt jöttünk keresztül, aztán odaszólt nekem, hogy már csak ezt kéne katolikussá tenni, tehát református azt mondta, hogy jó lenne, ha katolikus lenne a gimnázium, és ezt köszönjük neki is, hogyan köszönjük neki a kórház kápolnát is, hiszen Oroszlán része volt benne a főorvos úrnak, hogy az is megvalósuljon, persze mindenkinek, de volt a fő motorja ennek, hogy annak kell lennie. És én úgy látom azt, hogy ennek van értelme és értéke, hiszen azért alakult ez meg, és hogy én most látom a gyerekekről leszűrve, hiszen azokat találkozom többet, vagy látom őket, vagy elmenek a plébánia mellett, már az is jó látvány, hogy találkozunk egymással, hogy szerintem oldottan indult be ez az iskola, és amiben látom én az egységet, hogy a gimnáziumban tudjuk azt, hogy két katolikus osztály van most, az ötödik, illetve a kilencedik, és a gyerekek között nem látszik az, hogy itt most egy választó vonal lenne, vagy kicsit másképp nézni az egyik a másikra, mert a katolikus osztályban jársz, én nem katolikus osztályban. Én úgy látom, hogy a közérzet jó az iskolában. Ugyan betervezés meg elsődlegű dolog az, hogy táplálja, élteti a gyereknek a vallásos erkölcsi nevelését, ugyanakkor élteti a templomot, hiszen jönnek a gyerekek, és ebbe ki kell emelni a rózsafüzét is, a felnőtt híveknek is az odaadását, tehát jönnek rendszeresen, ugyanakkor húzzák jól egymást, mert a fiatalok is jönnek, a gyerekek is, most nagyon szépen voltak a héten a gimnazisták is ezen a rózsafüzi imádkozáson, ami még jobban kifejezi az egységet, az egyháznak a közösségét, egyrészt az iskolák közötti közösséget, tehát hogy az iskola központ az valóban egységes, illetve az egyház községbe is nem csak idősek járnak, hanem fiatalok is, és megköszönöm a szülőknek is, akik támogatják ezt, és kezdetű fogva támogatták, és úgy akkor bent is vannak a rózsafűzére, nem csak elhozták a gyerekeket. Ez is egy nagyon szép, jó dolog volt. Ön oktat a iskola központban? Iskola központban az óvodában oktatom a gyerekeket, aztán a negyedikeseket tanítom az általános iskolában, egyelőre ez, amit én teszek. Ugyanakkor az osztály évfolyamisék vannak most, ez egy nagyon jó dolog, hogy nem osztálymisék vannak, hanem egy évfolyamnak együtt van a miséi, azokat tartom minden szerdán reggel, illetve az iskola miséket. Ugye néhány hét választ el, és hamarosan az ünnepi időszak is elindul, ugye október közepe van, az nagyon hamar el szokott menni november, és itt van hamarosan ugye az adventi időszak. Mi a legfontosabb most az elkövetkezendő hetekben az egyházközség életében? Ugye sok minden van, újra csak visszakott én még a templomhoz, a hálaadáshoz, mert nagyon nagy ajándék, hogy ezt meg tudtuk tenni és valósítani. Egyházmennyitől kaptunk 25 millió forint kamatmentes kölcsönt, amiből 15 milliót már visszafizetett az egyházközség, és még úgy van a szerződésben, 2x5 millió van még hátra, tehát ennek az évnek a végig kell 5 milliót még befizetnünk, illetve a következő esztendőben még 5 millió forint, és akkor letelik az. 13 millió forintot célirányosan csak erre a célra adtak. Ez nagyon nagy ajándék, hogy ebből is van olyan család, aki az egész család, tehát az idősebbek, a fiatalabb és mindegyik szülő minden évben, amíg ment a felújítás, mindig is adakoztak. Tehát ez egy nagyon szép, hogy ennyit adakoztak. A plusz 13 milliót kellett kiegészíteni az egyházi adóból, illetve a persejpénzből, és 23 millióval pedig támogatta az önkormányzat ezt a 7 éves felújítást. Tehát így jött össze ez a 76 millió forint, ami nagyon nagy összeg. Akkor éreztük meg ezt igazán, és újra átnéztük a filmet, hogy igazából mi is történt itt. Ami pedig a jövőt illeti, hogy az egyháznak az élete nem csupán az ünnepek közé csoportosul, hanem inkább a vasárnap közé, tehát hogy minden vasárnap az Úrnak a napja, és ezt próbáljuk megszentelni, igyekszünk aztán, hogy jobban, hol kevésbé sikerül. Ami öröm itt Kapuváron, az a rózsafűzé, illetve a külön áltatosságok, a vasárnapi litániák is rendszeresen egész évben, amire nagyon szépen megjönnek a hívek, és lelkesítik a papot, hogy tegyen, mert érdemes tenni.
és amikor egy idegen belép ide Kapuvárra, Győrben voltam, Lébényben voltam, Sopronban voltam, és egy páran bejönnek erre, vagy éppen nagyon jó a szénsavas fürdő, és sokan megfordulnak itt, és ismerősök is bejönnek, és az is azt mondják, hogy tudod, itt egészen más világ van, mint nálunk. Tehát itt külsőleg is látszik azt, amit igyekszünk belsőleg megvalósítani, hogy valóban az Isten lakik közöttünk és velünk. Persze ez úgy van, hogy minden kell egy kis mozgató erejének lenni, és ezek az ünnepek. És ezek az ünnepeink, amire éppen nagyon jó dolga, hogy minden héten összejünk az iskola központban egy megbeszélésre, hogy mi volt elmúlt héten, milyen a következő héten, és mit tudunk előre tervezni. Itt most ugye készülünk el, most első van a Szent Márton napi gyermekek lámpás felvonulására, ez az első, ami most következne, aztán lesz, amire hívjuk, és örülünk, ha minél többen részt venne ebben a katolikus bálon, ami az iskolának a fenntartásához nyújtana segítséget, a bevétel, és aki látja a gimnáziumot, az látja, hogy nagyon sok pénzre van ott szükség, és már és az egyházmegy, ami szükséges volt, azt már azért megtette. Aztán utána jön majd a még előtt ugye a Minden Szentek Halottak napja, amikor a gyerekeket próbáljuk ránevelni arra, hogy mindig készen kell lenni, bármi is érkezik, hogy szentek legyetek, mert én az vagyok, mondja Jézus Krisztus, és hogy ne feledkezzünk el azokról, akik önmagukban nem tudnak segíteni a halottakról. Aztán így jön majd az advent, ugye most már áldozat menetben leszünk, hogy az adventi készület a gyertyagyújtásokkal mindig szombaton este lesz majd a szentmisével egybekötve, illetve majd a karácsonyi készület, a karácsonyi játék, pásztorjáték. Én azt látom, hogy a városunknak az egysége, tehát nem csak a katolikus iskola központban, amit megköszön Horváth László igazgatónak is a Pálcai iskolában, aztán a Széchenyi iskolában, a más óvodások, nem csak a katolikus óvodások, ahogy nagyon jó a kapcsolat, és úgy látom, hogy a szülők is egységben vannak, tehát a gyerekek érdekeit szem előtt tartva és lelki dolgaikat. Ezt csak azon kiemelni, mert most az elsázások is más menete lesz, mint máskor szokott lenni. A bélmálkozásnak is egészen más menete, mint szokott lenni. Most az első találkozásunk majd hétvégén a lendő bélmálkozókkal, de a visszajelzések alapján nagyon jó, tehát a létszám arányában megint csak azt lehet mondani, hogy Kapuvár más, mint a többi hely. Köszönöm.